Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal a Romániai Magyar Adventisták harmadik kongresszusán készített felvételek második részét tekinthetik meg, az összesen 6 alkalomból. 2013-ban első ízben, majd 2018-ban második alkalommal, és idén 2023-ban pedig harmadjára került sor a Romániában élő magyar adventisták találkozójára a Marosvásárhelyi sportcsarnokban. Ezzel az alkalommal is részt vettek az Erdélyen kívüli magyar vezető testvérek. Mai adásunkban a nagyszerű énekszolgálatok közben, melyet az erdélyi magyar kórusok végeznek el, Kalocsai Tamás lelkipásztor a Magyar Unió Dunamelléki Egyházterület elnökének köszöntését, valamint Hegyes Horváth Géza lelkipásztor a Magyar Unió Tiszavidéki Egyházterület elnökének köszöntését hallgathatják meg. Majd Popovics Olivér lelkipásztor fogja átadni a szlovákiai testvérek üdvözletét. Tartalmas estét kívánok mindannyiuk számára! Thank you.
Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban itt a helyszínen és a világhálón. A Dunamelléki Egyháztület valamennyi gyülekezete, lelkészkora, elnöksége, irodai dolgozói nevében nagy szeretettel köszöntelek titeket. Óriási megtiszteltetés számomra az, hogy veletek együtt ünnepelhetek ezen a különleges napon. Könnyű dolgom van, mert még tudtok figyelni, ahogy a programot látom, lehet, hogy a vége felé, mert ez kicsit nehezebb lesz. Engedjétek meg, hogy ma itt bizonyságot tegyek a hazaérkezésnek a reménységéről, ami a szívemben él. Előttem van egy gyermek, aki idegenben született, elnyomó hatalomnak a területén, soha nem járt, talán soha nem járt oda-haza, és az identitása mégis valahova máshová kötötte. Amikor játszott a társaival, akkor mindig gondolkodtak egy helyről, ahova olyan szívesen elmennének, ahova visszamennének, olyan helyre, ahol még sohasem jártak. Az egyik legnagyobb alakja az Ószövetségnek számomra Nehémiás. Az az ember, aki elhatározta azt, hogy Isten országát szeretné felépíteni már itt ezen a földön. Hogy hazamenne úgy, hogy még talán nincs ott Istennek az országában, de már itt ezen a földön olyan körülményeket teremt, hogy az emberek rátalálnak a mennyei és igaz Istenre. Hányszor hagyhatta el Nehémiás száját ez a mondat? Haza akarok menni. Haza akarok menni. Az ő országa, amit ő gondolt Isten országáról, romokban állt. Van egy régész barátom, azt mondja, hogy mai napig találnak olyan köveket, amelyeket Nabukodonozornak a gépei törtek szét, ahogyan a falakat szétrombolták. És hogyan Nehémiás találkozik a hírrel, hogy nincs Isten országa, nincs egy olyan hely a földön, ahova embereket lehetne vinni. Akkor én azt olvastam Isten igéjében, leült, napokon keresztül sírt, gyászolt és böjtölt. És ez nem arra késztette őt, hogy depresszióba süllyedjen, vagy valami komoly, mély lélektani problémái legyenek, hanem ez motiválta őt valamire, egy óriási dolognak a megtételére. És hogyha a Nehémiás könyve második fejezet 17. versét olvassuk, akkor én látok egy olyan embert, aki mert álmodni arról, hogy Isten népe élhet, és ez számunkra hihetetlen nagy megerősítés, mert nem csak akkor, hanem ma is lehetséges, hogy Isten népe éljen, és embereket vezessen ő hozzá. Ezt mondja Nehémiás 17. versben, gyertek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne szégyenkezzünk többé. És a 18. versnek a végét is olvasom. Az emberek ezt mondták neki, fogjunk hozzá, és építsük meg, és odaszánták kezüket a jó munkára. Nehémiás hazaér, a romokban van minden, és testvéreim, Európában, ahol egyre kevésbé van nyitottság arra, amit mi tudunk mondani, szeretném nektek elmondani azt a hitemet, hogy vannak emberek még ezen a kontinensen, és vannak emberek a magyarság körében is, akik várják azokat a személyeket, akiknek van látásuk és van víziójuk. Egyszer egy misszionárius kihallgatta profi lelkészek, öreg lelkészeknek a beszélgetését, és ezek a lelkészek abban egyeztek meg, hogy a víziónak a megszületéstől egészen a megvalósulásig 5 fázisa van. Az egyik a felkészülés. Azt hiszem, hogy Nehémiásnak az imádság volt, és a böjt volt a felkészülés. Aztán a második, nagyon érdekes számomra, a puszta és a küszködés. Hogy nem megy könnyen, neki sem ment könnyen.
Elfelejtettem elmondani nektek, hogy van még egy fontos rész, amit nagyon sokszor kifelejtünk, a felkészülésnek az ideje, a tervkészítésnek az ideje. Aztán jön végül a mielőtt újra kezdhetnénk, és új látomásokat kaphatnánk, jön a látomásnak a megvalósulása. Nehémiás elmondja ezt a grandiózus tervet az embereknek, és az emberek azt érzik, hogy nem akarnak kimaradni belőle, hogy valami olyasmiben hívta őket Nehémiás, ami számukra is rendkívül vonzó. Csíkszentmihályi Mihály, tudom, hogy körülbelül 150 kilométerre van a település, megnéztem direkt, azt mondja, hogy aki a flow élménynek a megfogalmazója, azt mondja, hogy az áramlat vagy flow élmény tulajdonképpen önfelett, intenzív tevékenykedést, euforikus állapotot jelent, amikor az ember megfeledkezik a külvilágról, a feladatára koncentrál, amely teljesen magával ragadja, amellyel teljesen összeolvad. Én rá amen tudok mondani. Azért, mert Isten erre az összeolvadásra hív minket. Nem csak egyszerűen valamilyen projektnek a résztvevői vagyunk, hanem Isten erre ebben az összeolvadásban képes tevékenykedni. És képes arra, hogy megváltoztassa a világot, ami körülöttünk van. Hadd mondjak még valamit nektek. Amikor Nehémiás megy vissza, hogy Isten országát megalapítsa a földön, újra tervezze és újra építse a falakat, akkor ő nem csak egyszerűen a vallási életet reformálja meg. A közigazgatást, igazságszolgáltatást, a szociális hálót és mindent. 2014-ben történt valami Franciaországban. Ma is hevesen dobog a szívem, amikor erre gondolok. Egy kisgyerek megváltoztatta a szociális törvény egy pontját. Pontosabban az ő betegsége. Máj betegséget diagnosztizáltak nála, és a szüleinek nem volt annyi szabadsága, hogy ott tudjanak ülni az ő ágya mellett. De a szülők, a munkatársai azt gondolták, hogy lehetséges lenne az, hogy az ő szabadságokat felajánlják a gyermek szüleinek. És ma, hogyha Franciaországban feltesszük a kérdést, hogy létezik-e olyan, hogy átadhatom a munkatársamnak a szabadságomat, akkor azt tudom mondani nektek, hogy 2014 óta igen lehetséges. Egy olyan otthonba vágyunk, ami teljes körű, holisztikus módon fogja a mi életünket helyreállítani. Nehémiás 6.15-ben azt olvassuk, hogy a terv megvalósult. Ez a csoda megvalósult. Senki sem hitt benne, legkevésbé az ellenségek. Az izraeli régészeti hivatal szerint akkoriban körülbelül 6 kilométer hosszú volt a fal, 3,2 méter magas, és biztos tudtok nekem segíteni, hogy hány nap alatt is? Hány nap alatt is? Én hallom, igen, innen-onnan hallom már, 52 nap alatt felépült a fal. Én azt hiszem, hogy ez nem emberi teljesítmény volt, hanem Istennek a teljesítménye. És én azt hiszem, hogy az, amit Ellen White a nagy küzdelemben leír, mindent elárul arról, hogy az az ország, ahova mindannyian igyekszünk, az megvalósulhat itt a földön, kicsiben. Isten királyságának az elvei megvalósulhatnak a mi földünkön. 42. fejezetben a nagy küzdelemben így ír róla, Sátán seregei körülveszik a várost, felkészülnek az ostromra, Krisztus ekkor ismét megmutatja magát az ellenségnek,
Messze a város felett fényes, arany alapzatú trónon ül az Isten fia, és körülötte országának polgárai. Nincs nyelv, amely el tudná mondani, nincs toll, amely le tudná írni Krisztus hatalmának fenségét. Az örökkévaló atya dicsősége betakarja a fiút, betölti Isten városát, és a kapukon át beragyogja az egész földet. Sátán látja, amikor egy hatalmas angyal Krisztus fejére teszi a koronát. Hát ez az, amire annyira várunk. És Isten áldjon meg valamennyünket ebben a várakozásban, és legyünk hasonlóan Nehémiáshoz. Merjünk Nehémiáshoz hasonlóan mi is álmodni, és megálmodni Isten országát a környezetünkben. Isten áldjon meg titeket. Amen.
Kedves Krisztusváró adventista gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Gondolom nem lep meg, hogy így nevezlek benneteket. Olyan lelkesen énekeltük kezdetben azt az éneket, hogy Krisztus visszajön, Jézus Krisztus visszajön. Ezért bátorkodtam azt mondani, hogy igen, mi Krisztusvárok vagyunk, adventisták vagyunk. Szeretettel hozom én is a Tiszavidéki Egyházterület üdvözletét, azoknak a testvéreknek az üdvözletét, akiknek a szívében szintén ott ég, ott van a honvágy, akik ugyanúgy vágynak hazamenni, mint ahogy ti is vágytok hazamenni. Az, hogy adventisták vagyunk, jelez valamit. Jelzi azt, hogy várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét. Azt, hogy egy honvágy fűti a mi szívünket, lelkünket. Egy valami biztosan összeköt bennünket, mindazokat, akik itt vagyunk. Várjuk Jézus Krisztus eljövetelét. Haza akarunk menni. Már túl sokat voltunk itt ezen a földön, itt az ideje, hogy hazamenjünk. Bár ez új szövetségi reménység, mégis az Ószövetségből szeretnék egy igeszakaszt olvasni, a 122. Zsoltárból. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, egy jól egybeszerkesztett város. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül. Legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Istenünknek, az Úrnak házáért is jót kívánok néked. Minden zsidó férfi évente háromszor ellátogatott Jeruzsálembe. Ez nem csupán egy kötelesség volt, hanem egy élmény is számukra. Biztosan Jeruzsálemben is nagyon sokan lehettek az ilyen ünnepeken, amikor odautaztak, éppen ahogy ma is nagyon sokan együtt ünneplünk. A Zsoltár azzal kezdődik, hogy öröm járta át a szívüket, különleges érzés fogta el őket, már attól is, ha beszéltek erről. Már attól is, hogy azt mondták, megyünk Jeruzsálembe, megyünk az Úr házában. Én hiszem, hogy ez így van velünk is. Ez a nap nem csak azért csodálatos, mert olyan sokan ünneplünk együtt, nem csak azért olyan csodálatos, mert olyan szép, felemelő szolgálatokat hallgathatunk, hanem azért is, mert arról szól, hogy hazamegyünk Jeruzsálembe. Arról szól, hogy a mi reményünkről, a mi hitünkről és a mi honvágyunkról beszélünk. Már sok ideje élünk ezzel a vágyal, talán meg is kopott egy kicsit. De gondolkozzunk el azon, hogy vágyunk-e annyira a mennyei Jeruzsálem iránt, a mennyei Jeruzsálembe, mint ahogy a zsidó férfiak vágytak arra, hogy elmenjenek Jeruzsálembe és ott találkozzanak Istennel. Csak elképzelni tudom, hogy mit jelentett számukra, amikor már az is, hogy beszéltek az útról, beszéltek Jeruzsálemről, már izgalomba hozta őket. Nem tudom, ti hogy vagytok Jézus eljövetelével. Feleségem el tudja mondani, hogy ha Jézus eljöveteléről van szó, akkor könnybe lábad a szemem. Nem vagyok egy elérzékenyülős ember, de egy valami lázba tud hozni. Egy valami óriási hatással van az én életemre, amikor arról hallok, arról énekelünk, hogy hazamegyünk Isten országába. Van egy ének, ami visszacseng a fülemben, és amikor ezzel az igehirdetéssel készültem, akkor visszaemlékeztem egy énekre, amit több mint 30 évvel ezelőtt a Vajdakamarási kórussal nagyon sokszor énekeltünk, és biztos, hogy nektek is ismerősen csengenek ezek a szavak. Jeruzsálem, te Isten városa, mi szépek falaid,
felköltöznék az égi hajlékba, nincs maradásom itt. Ó, mit nem adnék érte, ha ott fenn lehetnék? Megdobogtatja szíveteket? Gyöngy kapuidat, ha átléphetem, te Isten városa, szépségedet, a fényed éneklem, és azt, aki alkotta. Jeruzsálembe nem magáért, a városért vágytak az emberek, hanem azért, mert ott volt az Úr háza. Ott lakott az Isten, ott lakott az Úr. Az Istennel való találkozás élménye volt a meghatározó számukra. Találkozhattak azzal a valakivel, akit ismertek, akit szerettek. A mi honvágyunk talán azért halványodott el kissé, mert kevesebbet jelent számunkra az a személy, aki ott lakik. Gondoljunk egy találkozásra. Jánosra, a szeretett tanítványra, aki Jézus mennybe menetele után 60-70 évvel a Pátmos szigetén volt, már idős volt, talán elkeseredett, hogy csak egyedül maradt, és még nem jött vissza Jézus, aki megígérte, hogy visszajön, és egyszer egy hangot hallott mögötte. Megfordult, és szembenézett azzal a valakivel, akit ön nagyon szeretett, és aki őt nagyon szerette. Elképzelitek, milyen volt ez a találkozás? Milyen volt az, amikor a két tekintet találkozott? Milyen volt, amikor letérdelt Jézus lábához, és átölelte Jézust? Amikor Jézus eljöveteléről beszélünk, nem csak bibliai, teológiai elméletekről beszélünk, hanem egy kicsit bátorítjuk egymást, beszélünk a mi reménységünkről, beszélünk a mi álmunkról, a mi vágyunkról, és ez éltet bennünket. Én nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy milyen lesz az, amikor Jézussal találkozni fogok, és a szemébe fogok nézni. Nem tudom, ha becsukjátok a szemeteket, és elképzelitek, előttetek áll Jézus, találkoztok vele, és a szemébe néztek. Azokba a szemekbe, amelyekből sugárzik a tiszta, önzetlen, igazi szeretet, jóság és elfogadás. Én ennél szebb pillanatot el sem tudok képzelni. Milyen lesz az, amikor átölelem őt? Milyen lesz az, amikor egy kicsit elmegyünk sétálni és beszélgetünk együtt Jézussal? Amikor elmondja azt, hogy ő mennyire szeret, mit tett érettem? Elmond olyan történeteket, amelyekről én nem tudok. Olyan esetekről, amikor én úgy gondoltam, hogy én magamra maradtam, hogy elhagyott az Isten, ő elmondja, hogy hogyan volt ott mellettem, és hogyan szeretett engem. A második vers így szól, lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Egy rövid vers, de érzelmekkel telített. Azt az érzést írja le, amikor a zarándok megérkezett Jeruzsálem kapujába. Hálával, hódolattal és ámulattal tele szívvel állt meg a kapuban. Nem akart csak úgy átlépni. Át akarta élni a pillanat erejét, át akarta élni a pillanat varázsát. Ha a gyülekezetbe járásunkra gondolok, vagy gondoltok, akkor felmerül bennem ez a kérdés, hogy olyan átéljük ezeket az érzéseket. Már amikor elmúlik a szombat, és valaki arról beszél, hogy szombaton gyülekezetbe megyünk, már az izgalomba hoz bennünket, lázba hoz bennünket, hogy megyünk az Úr házába. És amikor szombaton elmegyünk, és odaérünk a kapuba, akkor nem egyszerűen csak átlépünk, hanem megállunk, és hálás szívvel ott állunk egy pillanatig, hogy átérezzük ennek a varázsát, hogy most belépünk az Isten templomába, találkozni fogunk az Istennel. Ha ezt nem éljük át most, és nem jelent sokat a számunkra, ne csodálkozzunk azon, hogy nincs honvágyunk. A Zsoltáros összekapcsolja a városba való belépést a templommal való belépésben. Csak azok jönnek izgalomba Isten mennyei lakhelye iránt, akik izgalomba jönnek földi lakhelye iránt. Akik találkozni akarnak vele itt, azok vágynak arra, hogy találkozzanak vele ott. Jeruzsálem az Új Szövetségben már nem egy földrajzi helyet jelent számunkra, hanem Isten családját, Isten népét, a gyülekezetet jelenti számunkra. Amíg itt vagyunk a földön, addig Jeruzsálem Isten családja, Isten népe. Meg kell tanulnunk Isten közelében élni, meg kell tanulnunk az Isten közelében való élést itt, hogy örömet jelentsen számunkra ott.
Istennek kell a szívünkbe élni itt, hogy mi ott élhessünk. Az este elhangzott az, hogy ahova születtünk, oda van, ahon vágyunk. És ha mi beleszülettünk Isten országába, és én hiszem, hogy beleszülettünk, amikor megkeresztelkedtünk, akkor beleszülettünk Isten országába, Isten családjába. Ezért van honvágyunk, mert mi oda születtünk. Isten oda helyezett bennünket, amikor szövetséget kötöttünk vele. Ha Isten a szívünkben él itt, akkor mi is ott élhetünk majd, ahol az Isten lakik. Ezért a Zsoltár befejező szavaival szeretnék elköszönni tőletek, és jót kívánni nektek. Azt hiszem, hogy egy óriási dolgot fogalmaz meg a Zsoltáros ezekben a jókívánságokban. Ezt kívánom nektek a gyülekezeteitekben, és ezt kívánom nektek, amikor a mennyei Jeruzsálemre gondolunk. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, Isten családjának, Isten gyülekezetének. Legyenek boldogok, akik szeretnek téged. Legyen békesség falaidon belül. Legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Istenünknek, az Úr házáért is jót kívánok néked. Amen. Jesus, Christ, 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 Jesus, Christ,
Isten áldását és békességét kívánom minnyájatoknak, kedves testvéreim, és kérem, fogadjátok szeretettel a szlovákai testvérek és az egyház vezetőség üdvözletét. Isten igéjében, amely mindannyiunkat összeköd, Dávid vallomásait olvashatjuk. Dávid meglehetősen bonyolult élete során egy jelentős ponthoz jutott el, amikor kijelentette: visszatérek az Úr házába az idők végezetéig. 23. Zsoltár. Kedves testvéreim, amikor fiatalok vagyunk, általában a mennyország csak korlátozottan vonzó számunkra. Túl sok álmunk van. Szerelem, házasság, gyerekek, karrier. A saját földi céljainkat és érdekeinket követjük. Mivel alkalmanként sporthorgászattal foglalkozom, az olyan halfajok is érdekelnek, amelyek hazámban nem fordulnak elő. Ilyen hal például a lazac. Ismeretes, hogy minden lazac életében ugyanaz az esemény ismétlődik meg. A csendes óceáni lazacok, amelyek 5-6 évet töltenek az óceánban, hirtelen késztetés éreznek arra, hogy visszatérjenek a folyó felső szakaszára, ott, ahol születtek. Megküzdenek a halászokkal, a medvékkel, a vízerőmű hatalmas gátjaival, és elszántan úsznak felfelé a folyón, hogy hazajussanak. Egyes lazacfajoknál, ami érdekes, még a megjelenésük is megváltozik a vándorlás során. A hímek és a nőstények egyaránt úgynevezett nászruhát kapnak. A folyóba való belépés előtt a lazacok ezüstös és normális megjelenésűek. De minél feljebb mennek a folyón, annál színesebbé válnak. A tudósok egyelőre nem tudják, hogy vajon a lazacok hogyan jutnak vissza abba a folyóba, amelyben születtek, miután évekig az óceánba éltek. Egyesek úgy vélik, hogy a folyók édes vizét az ízük vagy a szaguk alapján ismerik fel. Mások szerint a csillagok irányítják őket. Bárhogyan is csinálják, tudjuk, hogy nem térképet vagy iránytűt használnak, hanem az ösztönük vezetik őket. Vágynak egy bizonyos folyóra, és vágyakozásuk addig nem elégül ki, még meg nem találják. Így van ez velünk is, kedves testvéreim. Mindannyiunkban ott rejtőzik egy bizonyos vágy, egy vándorlási cél, és ez az Isten. Ő az, aki a örökké valóság utáni vágyat is az emberek szívébe helyezte, olvasjuk a Prédikátor könyvében a 3. fejezetben. Isten egyszerűen a mennyországra teremtett minket az örök élethez, és ebben az életben semmi se elégítheti ki teljesen ezt a vágyakozást. Legbelül tudjuk, hogy még nem vagyunk otthon. Ezért vigyáznunk kell, hogy ne úgy éljünk, ahogyan azt gyakran tesszük, hogy ne tévesszük össze a otthont a szállodával, valami ideiglenes átmeneti dologgal. Mi még nem vagyunk otthon. Ezért vágyakozunk haza, ahogyan találkozunk mottója is arra emlékeztet bennünket. Pál ezt a vágyat a következő szavakkal fejezte ki: nekünk pedig a mennybe van polgárjogunk,
ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Kedves testvéreim, akár csak a lazacok. Ebben a világban vagyunk, de ugyanakkor nem vagyunk belőle. Persze örömünket lejük az Isten által ránk bízott feladatok teljesítésében, de ez semmi ahhoz a örömhöz képest, amit a mennyben készített a Jóisten számunkra. Ebben a tudatban szeretnénk ma is egymás Isten segítségével bátorítani, a közösen tovább haladni az árral felfelé, a mennyei célunk felé. Amen.